Egy kis kvíz így a műsor elején, nektek is, drága nézők, így nem fogom elmondani a helyes megoldást, illetve Krisztiánnak meg Viktornak is felteszem a kérdést, hogy ugye volt ez a bizonyos Norvégia elleni válogatott mérkőzés, és olvastam, hogy a lányok a már hagyományosnak tekinthető bemelegítő gyakorlathoz, a futballhoz álltak föl két csapatban, és egyesek kifejezetten, képzeljétek el, ha már ilyen nagy foci válogatott siker volt a hétvégén, jól bántak a nagyobb labdával. Például valaki egy váratlan bombával jelentkezett, és szögből kilőtte a hosszú felsőt. Mondok három lehetséges választ, szerintetek ez Klivinyi volt, Kluiber vagy Albeck? Viktor? Albeck. Albeck? A K betűsök között, de nem az a K betűs végű néven gondolkodom. Szerintem Kluiber Katrin volt. Írjátok meg ti is. Ebben a bizonyos Európa kupában négy válogatott érdekelt, ugye Magyarország, Norvégia, Ausztria és Svájc, ezért mi így játszunk egymással, hogy addig se unatkozzunk, mert mi már ott vagyunk, nekünk nem kell itt megküzdeni érte, mi már itt vagyunk, igen. De hát mit szóltatok ehhez a mérkőzéshez? Norvégia ellen azban egyeztünk meg a legutóbbi adásban, ha jól emlékszem, hogy egy tisztes helytállás? Hát egy szűk vereség. Azt hiszem én ezt mondtam, de nagyjából ez volt a lényege, amit te is említesz. A tisztes helytállás összejött végül is, ezt mondhatjuk, bár azért a végén sikerült kozmetikázni az eredményen, mert én azt mondom, hogy a hajráig szinte nem volt norvég technikai hiba, aztán viszont több is, és azért ennél volt nagyobb is a különbség. Hát majd a részletekbe belemegyünk, de az első fél idő az szoros volt, ez kétségtelen. Viktor? Szerintem azt lehetett látni, hogy ennél nagyobb a különbség alapvetően a két csapat között. Attól függetlenül, hogy hogy alakult ezen a mérkőzésen éppenséggel az eredmény. Én azt érzékeltem, hogy a norvég csapat nem nagyon készült a magyarra, a magyar készült a norvégra. Azt érzékeltem, hogy a norvég együttes néha önmagához képest sokkal lazábban fogott fel bizonyos helyzeteket. A magyar csapat nagyon igyekezett. Azt érzékeltem, hogy a játékvezetés tekintetében is jobban jöttünk ki ebből a mérkőzésből, tehát összességében én szerintem ezen a meccsen is kiderült, hogy az ellenfél még ennél is több góllal jobb. És hát amit tudtunk a mérkőzés előtt, hogy Januri Kingára és Szőlősi Zácsik Szandrára nem számíthat Golovin Vladimir, majd ugye jött Böde bíró Blankának a tért problémája, ugye egy emeri vizsgálaton kellett részt vennie, illetve hát Vámos Petra pedig gyakorlatilag ilyen influenza-szerű lebetegedés vagy megbetegedés miatt nem játszhatott. A túloldalon meg Lunde volt egyedül, aki hiányzott, tehát bomba erős ellenfél. Hát foghatjuk arra, hogy több volt a hiányzónk a vereséget, de most a viccet félretéve, ugye négy kapust versenyeztetnek úgyis a válogatott keretben, így aztán mégis kézenfekvő volt, hogy akkor a Szikora szemerei párosból az egyikük ezt a mérkőzést megkapja. Hát nem is védte végig Szikora Melinda, de szerintem ezt a meccset neki szánta alapvetően Golovin Vladimir. Ugye a másik, hogy debreceni Klivinyi Kinga így előtérbe került irányítóként Vámos kiesése nyomán, és már az osztrák mérkőzésre is utalnék ezzel, hogy ő ezen a két mérkőzésen kifejezetten kellemes színfolt volt. Tehát az ő játéka abszolút pozitívum volt. Az első fél időben az ő előnyszerzései nagyon szépen ültek a norvégokkal szemben. Ami még érdekes volt, hogy ugye beszélgettünk Bordásról, hát nyilván téma volt. Ő védekezésben volt csak a pályán, de úgy, hogy gyakorlatilag nem játszik a Fradiban, tehát azért ez nem könnyű szituáció, de ott volt a pályán, és akkor így egyet cserélt a válogatott, mondhatni végig, ugye? Tehát, hogy nem volt olyan, gyakorlatilag amikor... mind a két meccsen. Így van. Ha már említetted a Ferencvárost, ugye Bordás kapcsán nyilván eszünkbe juthat, akkor múltkor ugye arról volt szó, hogy ki lehet a felelős. A zuhany hírek szerint egyre jobban az derül ki, hogy itt a kiválasztásnál ment valami nagyon félre? Hát én most kaptam olyan információkat, olyas valakitől, akinek el is hiszem ezeket, hogy azért elég komoly gond volt a szakmai munkával. Tehát Albertsen jó volt a bemutatkozásnál, erős prezentációt tartott, de nem volt erős a szakmai háttere, és ezt a játékosok is érzékelték. Komoly forma hanyatlás mutatkozott, tényleg volt olyan már nem csak az utolsó héten, hogy nem ment edzésre, mert hogy nem bírta idegileg. Nyilván ez is egy ismérve egy edzőnek, hogy elbírja ezeket a próbatételeket, vagy sem.
Úgyhogy ugye szoktuk mondani, hogy ha nagyon mellé megyünk, akkor szóljanak. Most nekem szóltak ennek kapcsán. Egyébként Istvánt is megihlette ez a téma, egy kicsit időzzünk még ennél. Az utóbbi időben rengeteg cikk jelent meg arról, hogy hiba volt a ferencvárosi vezetők részéről idehozni Albertsen, meg hogy ehhez a gyors játékhoz nem alkalmas ez a játékos állomány, de a játékosok felelősségéről sehol nem olvasott, ugye kivéve nálunk szerintem ez is szóba került. Az volt az érzésem, mintha a játékosokat mindenki felmentette volna, és mindenért ezt a szerencsétlen Albertsen tette felelőssé. Én ezt teljesen másképp gondolom, és a játékosokat sokkal jobban hibáztatom, mint az edzőt. Ő arról nem tehet, hogy egy ilyen csapatot örökölt. Az elmúlt 4 BL mérkőzésen a játékosok hozzáállása viszont teljesen etikátlan volt a ferencvárosi klub, a vezetőség és nem utolsó sorban a szurkolókkal szemben. Tudomásul kell venni, hogy az FTC az egy márkanév, egy brand, ugyanúgy, mint a Győri Audiato vagy a Pixeged, egy csapat nem engedheti meg magának, hogy ilyen lélektelenül és az edző ellen játszon, mert akkor a brand értéke és a hitelessége is csökken. Az megengedhetetlen, írja, hogy egy játékos mínusz 7 gólnál gúnyosan vigyorogva jön le a pályáról nulla mutatott teljesítmény után. Ez irritáló, főleg annak tudatában, hogy ezek a játékosok anyagilag igen jól meg vannak becsülve. Ő azt gondolja, hogy egy ilyen edzőbuktató mérkőzés után egy vagy két ember lapátra kerül, legalábbis ezt gondolta, de még arról sem hallott, hogy anyagi megvonás történt volna, ez pedig egyértelműen szerint a vezetők gyenge kezűségére utal. Biztos benne, írja, hogy egy ilyen eset nem történne meg egy nyugati vagy északi csapatnál, és ugye őt ez az egész dolog azért ihlette meg, mert ugye majd beszélgetni fogunk a Pixeged mérkőzésről, szintén egy anyagi gonddal, illetve nem szintén, hanem ott egy anyagi gonddal küzdő csapat, nem igazán látszik mindez. Tehát igazából ugye a Kulszadnál anyagi gondok vannak, és levették a játékosok fizetéséből, ő ennek ellenére azt látta, hogy 110%-on pörög mindenki, de említhetne az előző szezonban kielcei csapat hozzáállását is, tehát ő a hozzáállással, hogy kiukadjak itt a végén a lényegre, volt elégedetlen joggal? Hát erről már beszéltünk, de hogyha nem vontak meg semmilyen pénzt a játékosoktól, akkor azért nem tették meg, mert látják, hogy semmi értelme. A Várdár úgy nyert Bajnokok Ligáját, a Kusztad nagyon jól játszik, akkor minek vonjanak meg. Lehet, hogy fizetés kell emelni. Játszott most. Igen. Lehet, játszott most. Hogyha lehet, hogy fizetés kell emelni, és akkor azzal lehet büntetni a játékosokat, vagy nyomás alá helyezni őket. Hát egyébként pont írja, hogy úgy tudja, olyan infója van, hogy a Kusztadnál a kialkodott összeg 40%-át tudják biztosítani. Tehát ha valakinek ez ugye nem felel meg, akkor beszéltünk róla, és állítok, így van, hogy szabadon eligazolhatott volna, de hát még mindig jól fizetett maradtak. Játékosok maradtak. Igen. Ezek szerint még mindig talán. Jó a pénz. Nem, én szerintem egyébként most viccesnek hangzik, de valójában szerintem még mindig nincsenek alul fizetve ezzel a kurszát. Hát oké, de hogyha van egy összeg, amit kaphatnál, és abból ennyi lebonásra kerül, ott azért már elő kell, hogy jöjjön annál több is, mint hogy... De visszatérve még az előző témára, szerintem igen, tehát lehettek itt hozzáállásbeli problémák. Én egy erőskező edzőtől azért azt várnám ilyenkor, hogyha ezeket ő tapasztalja, akkor egy-két embert jelzésértékkel kitesz a keretből azonnal. Tehát, hogy most, hogy Bordás miért nem játszott továbbra sem tudjuk, tehát, hogy ellentétes információk, most már azt mondom, ellentétes információk jöttek ezzel kapcsolatban, lehet, hogy kizárólag szakmai okai voltak, csak akkor nem értem, hogy miért pont ő, mert ugye azért voltak még... Nehéz elhinni, hogy oda kerülsz a Ferencvároshoz, és te vagy a leghangosabb, ezt most Bordás Zsai idejében. Abszolút, abszolút. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy önmagában egy rendszer, ami nem ízlik, vagy egy gyenge szintű edzésmunka is alkalmas lehet arra, hogy a játékosok gyengén... Hát én azért kíváncsi lennék, azért a mosolygás volt, az egy más téma. Továbbra is kíváncsi lennék, hogy ki volt a Ferencvárosból, aki kinézte ezt az edzőt, és hogyha tényleg egy ilyen csillivili prezentáció után leigazolták, azért az... Azért furcsa, mert mondjuk a másik oldalon a fociban a Hajnal Tamásék munkája azért egy kicsit másképp fest. Igen, de azért gondold végig, hogy a kézilabdában ott hogy szoktak zajlani az események. Bejelentik már a ősszel? Vagy az évvel, a naptári év elején a következő évi igazolásokat. Itt az edzőváltásról valamikor a szezon vége felé. Hát lehet, hogy Kapkarezsról, de a Malesztein volt játékosa, és ehhez képest ő rajta sem láttam azt a hú de jó, hogy ide jött Albertsen arcot. Ez így van. Az elején azért szerintem, főleg a reakciók, amiket olvashattunk, meg néha videóban is láttunk, azok azt sugallták, hogy az első edzések után nem voltak ilyen jellegű problémák. Tehát, hogy az később kezdődhetett. Az meg egy másik kérdés, hogy egyébként Albertsen kapott-e felhatalmazást arra, hogy például mondjuk ikonikus
vagy fontos játékosokat, hogyha nem úgy viselkednek, akkor eltávolítsanak keretből. Tehát azért itt sokféle kérdés feltehető. Igen, én azt gondolom összességében, hogy abban a pillanatban, amikor edzőként megmondják neked, hogy őt vagy őt nem teheted ki a keretből, akkor fel kell állni. Hát, hogy elmegy a kedved, és elkezdesz nem edzésre járni. Például. És hát utána két hét múlva jelentett, hogy elmész. Valaki. Nem tudom, hát én nem látok ebbe bele. Az biztos, hogy valami nagyon elment rossz irányba, és nem tudom, hogy az jó iránya, hogyha volt egy szakmailag állítólag nem megfelelő edző, akkor annak a másodedzőjét hagyják meg. Azt megint csak felteszem, hogy a másodedző részéről mennyire etikus, hogy együtt dolgoztak valahol. Igazából a vezetőedző miatt került ő is ide, és utána ő marad, és itt eljátsza a kispad előtt a nagyon lelkes vezetőedzőt. Tehát itt egy csomó etikai, meg szakmai kérdést fel lehet tenni, csak túl keveset látunk kintről ahhoz, hogy erre a válaszokat is megadjuk. Visszatérve a válogatottra, hát kreatívak voltunk egyébként támadásban, nem volt gond, nem az első fél időben Norvégia ellen? Hát nem, de azért én inkább azt mondanám, hogy persze jó az a 17 lőtt gól nagyon Norvégiával szemben, de ugye 19-et kaptunk ebből. Nagyon sok volt az indulás, bár inkább a második fél időben volt, ezeket gyűjtöttem ki, hogy összesen 11 gyors indulás vagy rendezetlen védelem elleni gólt szereztek a norvégok, tehát az egyik sarokköve ez volt az ő támadójátékuknak, a másik a beálló megjátszás, amivel nagyon sokáig nem tudtunk egyszerűen mit kezdeni, már megint, ugye ez szinte ellenféltől függetlenül egy visszaköszönő probléma. Ugye lábbal azért ott vertek bennünket középen, bordást is jó pár alkalommal, és mindezt úgy, hogy egyébként ugye Mörk nem törte magát nagyon, tehát ott az első fődő hajrájában lőtte az első gólját a második lövéséből, tehát ő rá azért ez nagyon nem jellemző, inkább osztogatott, és gála jelleget öltött egy-egy megoldása révén már a mérkőzés, ugye Reisztad azért meglőtt bennünket, de hát Kluibert nem cseréltük a hosszú oldalról, tehát alapvetően azért várható volt, hogy onnan sok gól jön. A támadójátékunk pedig, főleg a második fél időben, az átlövésekre épült, tehát a második fél, nekünk 11 átlövés gólunk volt, hogyha jól jegyzeteltem. Ezek zöme a második játék részből, Kucora először, aztán Juhász, néha Albek is, de az, hogy a második fél 14. percében lövünk először nem átlövés gólt, az nem mindennapi, és azt mondom, hogy nem is fordul elő most egy ideig. Az öltözőből nem olyan jól jövünk a második fél időkben. Most ezt nem mondom, hogy tendencia, de erről a stúdióban de, is beszéltek, mert lehet, hogy már az. Sokszor tapasztalható. De ez azért nem túl jó jel, nem? Mert hogy általában ilyenkor megkapod az információkat, kapsz egy önbizalomcsomagot, és azt gondolnád, hogy akkor nyilván, ha nem is eselnek ki a norvégoknak, de mondjuk az osztrákoknak akár igen, nem? De múltkor mutattunk itt egy statisztikát arról, hogy a magyar válogatott az előző világversenyeken soha nem végzett rosszabbul a meccs végén, mint ahogy állt a szünetben. Tehát lehet, hogy rosszul jövünk ki a második félidő elejére, de végeredményben a második félidőket nem szoktuk rosszabbul lehozni, már döntetlen vereség győzelem kategóriákra osztva, mint ahogy álltunk a szünetben. Tehát nem tudom, hogy ez most jó, de tudod, itt is mondjuk ez -2-ről lett, a végére -7, és azért lehet hát igen, meg több is. Meg végül is az osztrákok elleni meccsen is az volt, hogy többen vezettünk a szünetben, mint amennyi a végén lett. Igen. De még egyszer mondom, tehát ha azt néztük, hogy hol álltunk vesztésre, meg hol álltunk döntetlenre, meg győzelemre a szünetben, soha nem jöttünk ki pontszerzés szempontjából rosszabbul a végén, az előző két világversenyen. Tehát én ilyen szempontból nem látom, hogy mi történik a második fél idők elején, de hogy nincs hatással a végeredményre, az biztos. Ami szerintem hatással volt, hogy nekünk voltak hiányzóink, de azt gondolom, hogy az ellenfél az egyetlen hiányzó, a sokkal nagyobb befolyással lett volna az eredményre, mint a mi összes hiányzónk együtt. Tehát ha megnézzük, hogy a norvégoknál milyen volt a kapus teljesítmény. Hát ezen a meccsen, mert hogy úgy lőttünk most, hogy Szőlősi Zácsik Szandra mondjuk, hogy mondjak egy erős hiányzót, nem annyira hiányzott. Mert hogy tényleg Juhász is lőtte a gólokat, Kucora is lőtte. Hát én most ezt nem erre hegyezném ki, hanem arra, hogy iszonyatosan rosszul védett a norvég kapus. Tehát azt hiszem, hogy Albeknek volt mondjuk két átlövés gólja az első fél időben, mind a kettő potya gól volt, és hogy egyébként nagyon sok olyan volt, amit hát Lunde akkor is kifogott volna a háttalál. Kivédte volna a szemünket, arra hát utaz?
Nem erre utalok, hogy kivédte volna a szemünket, mert szemünk nem volt, tehát a meccs végére kiderült, hogy ugye így is kikaptunk héttel, hanem hogy egyszerűen ez színvonal alatti kapus teljesítmény volt egy norvég válogatotthoz képest. Most a további játékosok, akik debreceni Klivinyi Kingával kapcsolatban azt vetném fel, hogy látjuk, hogy ő viszonylag későn került bele ebbe a Golovin-féle válogatottba, tehát ő nem volt az eredeti tervek között. Nem tudom, hogy 6. vagy 7. irányítóként hívta meg annak idején. Egyébként meg Golovin is tudjuk Vladimir. Akár mutatni a Sőt, keretünket. Először inkább balátlövőnek hívta meg, ugye? És akkor most pedig már nem először van benne a válogatottban, és azt látjuk, hogy egyébként egy olyan játékos, aki hát az idősebb korosztályhoz tartozik, és egyáltalán nem jellemző, hogy innen válogatna a szövetségi kapitány, mire képes, és azt is látjuk, hogy a rutin mire képes. Nekem az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy nem létezik, hogy vannak esetleg még olyan játékosok, akik egy kicsit idősebb korosztályhoz tartoznak, és a kézilabda pályán megélt tapasztalataik miatt segíthetnének ennek a sok fiatalnak debreceni Klivinyin kívül is? Hát ha. Tehát én nem tartom ezt kizártnak, hogy ez lehetséges. Ami Bordás esetét illeti, hát most ezt a két meccset ezt végigjátszotta gyakorlatilag védekezésben, úgyhogy mindig jött a padról, és én nagyon kevés olyan momentumot láttam, amikor azt éreztem, hogy ez indokolt. Az első mérkőzés végén volt, amikor párszor megelőzte a beállót, ugye ott sikerült már, hozzáteszem, amúgy az első félidőben is az volt az érzésem, hogy elkezdett mindkét csapat cserélgetni, akkor fordítottunk érdekes módon, tehát a norvégoknál a cseresor az nem teljesített úgy, és a második játék részben, amikor megint ott picit kozmetikáztunk, akkor is az volt, hogy és elkezdtek ők többet rontani, hogy a cseresoruk volt bent tulajdonképpen. Hát olyan játékosok voltak fenn olyankor sokkal a norvég válogatottban, akik még nem szoktak bele ebbe a csapatba, meg nem csiszolódtak össze, és akkor lehetett látni, hogy elkezdtek hibákat elkövetni. De egyébként a norvégok két beállós lerohanásaival semmit nem tudtunk kezdeni. Akkor sem tudtunk a norvégokkal természetesen, amikor egyszer-egyszer mondjuk emberelőnyben a két beállós játékra átálltak, de eleve kevés olyan kapaszkodó volt, ami segíthetett volna, mert ilyen helyzetekben ugye a védekezés adhatná meg a stabilitást, és abból lehetne elindulni. És abban én nagyon kevés pozitívumot láttam ezen a mérkőzésen. Hát a szövetségkapitány se sokat, visszarendeződésünket is. Visszarendeződés. Hát igen, egyébként én a 11 gyors gólban nem is számoltam azokat bele, amikor már hátraértünk, és nagyjából rendezettek voltunk, de még gyorsan be tudták fejezni az akciójukat. Igen, de szóval én azért így hosszabb távon vetném fel ezt a kérdést, hogy rendben van, hogy Bordás most nem játszott a klub csapatában, tehát eleve nem lehet azt mondani, hogy nagy formában lett volna, de ha ezeket a meccseket megnézzük, akkor biztosak vagyunk-e abban, hogy ő az a védőjátékos, aki specialistaként ezt a magyar csapatot meg tudja majd hátul támasztani a fontos mérkőzéseket. Milyen gondolatod vagy ötleted van alternatívaként? De biztosak vagyunk-e ebben? Tehát, mert én nem vagyok, őszintén szólva az első meccsen kifejezetten hideglelésem volt attól, amikor egyegyeztek rajta a norvégok, és gyakran az az érzésem volt, hogy nem is látja Bordás az ellenfelet, nem, hogy nem tudja megérinteni. Itt viszont akkor megint egy kicsit visszautalnék arra, amit az előző adásban mondtam, és az utánpótlás képzésről mondtam, hogy az azért nagyon feltűnő, hogy az egyegyezésben, és nem csak a norvégok ellen, hanem olykor az osztrákok elleni meccsen is volt ilyen benyomásom, hogy a magyar játékosok milyen szinten maradnak el az ellenfelektől. Tehát az, hogy... Hát pont azt szoktuk mondani, hogy ott van a sok irányító vagy irányító típusú játékosunk, akik jól egyegyeznek. Hát a Vámos Petra biztos, hogy ebbe is jó lenne, vagy jó lett volna. Vagy én az egyegyezéseinkben azt látom alapvetően, hogy mondjuk egyféle cselt jól csinálnak általában, de hogy sebességből verik meg az ellenfelet. De itt meg azt látom, hogy bármelyik lövő bejön a norvégok közé cselezni, egyegyezni, mondjuk akár egy csere jobbkezes jobb átlövő is ebben az esetben a norvég csapatból, akkor az kifele-befele nagyszerűen cselez, és a mi játékosaink nem csak támadásban nem annyira jók egy-egyben, hanem a védekezésben is, és lehet, hogy a kettő között van összefüggés, mert hogyha te ahhoz vagy hozzászokva a magyar ifi junior, nem tudom én milyen bajnokságban, meg utána a felnőttek között is, hogy az ellenfél nem jól cselez egy-egyben, akkor nem fogsz tudni védekezni egy-egyben.
És ez szerintem egy óriási probléma. Képzeljétek, nézegettem a cseten, hogy ki mit ír, és hát ugye nyilván az irányítók, hogyha már szóba kerültek, Viktor is ugye említette, akkor fejtegették, hogy hogy bukkanhat fel egy komoly válogatottban két év alatt 11 irányító. Ti mit gondoltok erről? Meg egyáltalán Pál Tamara még kevés lehetőséget kapott, de Bobána nem igazán élt vele. Hát voltak jó megoldásai, de ugye nagy hibaszázai. Szerintem sok volt a meggondolatlan megoldása alapvetően, tehát vagy fegyelmezetlen, nem is tudom, hogy túlvállalta magát, most többféleképpen megfogalmazhatjuk. Voltak ilyen szituációk egyébként, debreceni Klivinyénél meg pont azt éreztem, persze nála is voltak hibák, mind a két mérkőzésen megeladott labdák, de hogy milyen okosan, nyilván ez a taktika része is lehetett, hogy Jörg a szélen védekezett, a szélső Skográn szokás szerint kettesben, közöttük bújt be több alkalommal, tehát azt a sebezhető pontot nagyon, nagyon szépen támadta. Hát Pál Tamarának nem tudom egyébként, hogy ez egy ilyen alkalmi esély volt, és akkor most a másik mérkőzésen már Simon Petra kapta meg, és nagyon jól megragadta az esélyt, fogalmam sincs. Nem tudom, hogy mi volt ez, de ha Pál Tamara ennyi esélyt kapott, akkor ezt én végtelenül gonosz cselekedetnek tartom. Akkor tételezzük fel, hogy nem. Mert most gondoljunk abba bele, hogy bekerül valaki, és a világ egyik legjobb csapata ellen kap 10 percet. És utána a következő meccsen, ahol már, az, de mindegy. Ahol már mondjuk könnyebb lenne bizonyítani, azon a meccsen már nem kap lehetőséget, és ráadásul nem azzal a játékossal teszi fel a szövetségi kapitány, akivel össze van szokva. Ugye Pap Ez igaz. Niki. Tehát, hogy ezt én nem tudom mire vélni, nem tudom mire vélni Simon Petra behívását se, azzal együtt sem, hogy természetesen ő nagyon jól élt az osztrákok ellen ezzel az eséllyel, amit kapott, de hogy ha Pál Tamara behívását komolyan gondolta Golovin Vladimir, akkor miért nem adta meg neki az esélyt az osztrákok ellen? Miért csak a világ egyik legjobb csapata ellen kapott? Nem tudjuk nem egyébként, 10, hogy Milárd háttérben nem volt keretben ennyi. Hát, lehet, hogy nem volt egészséges. Lehet, de én nekem ez egy nagyon furcsa történet. Az is, hogy egy ilyen játékos úgy kerül fel a pályára, hogy nem az a balkezes lövő van mellette, akivel egy klubban játszik, hanem egy másik. És a következő meccsen, amikor meg a vele egy klubban játszó balkezes lehetőséget kap, akkor ő meg nincs. Igen, hát erre magyarázat, vagy lenne észszerű magyarázat az, hogy valami probléma volt az egészségi állapotával. Ugye a balkezeseket úgy forgatta, ha mondhatom ezt, hogy Kluiber ugye játszott mindkét mérkőzésen Golovinnál, és az első meccset megkapta Albek, a másodikat kapott. Igen, egyébként ez a 11 irányító, ez a totális bizonytalanság jele. Tehát, hogy és én még tudnék mondani olyat, akit be lehetne hívni, tehát javaslatom a 12-re. Hát egyébként a Klivinyi Vámos páros szerintem egész jól kiegészíthetni egymást, már csak amit mondtál, a rutin, fiatalság, azért mind a kettő egy az egybe, valljuk be őszintén, jó. Én kifejezetten örültem annak, hogy Kucora játszott a második félidő elején a norvégok ellen, tehát olyan lövései voltak. Amikre a pozitívumokat kifogja meg az adásunkban? Amire szerintem nagyon kevesen képesek, és nem csak magyar szinten, hanem egyszerűen Kucora csenge, de erről már beszéltünk, hogy ő irányítóként van elkönyvelve, meg utánpótlásban azt játszott, de hát ő klasszikus értelemben egy irányító lövő, akit ebben a magyar csapatban, ahol a balátlövőkből nem állunk olyan nagyon jól, nem úgy, mint irányítóban, amiből 11 is van, ott ő neki balátlövőként ezzel a lövőtechnikával biztos, hogy szerepe kell, hogy legyen. Akkor is, hogyha a Szőlősi Zácsik Szandra egészséges. És akartam mondani, hogy Juhász Gréta is szépen kidugta a fejét, és talán ez egy ilyen X-faktor volt. Erre nem lehetett számítani? Hát szerintem azért lehetett, hogy ő adott esetben a sülakezel, akkor képes gólokat lőni, mert jól lő, de örültünk neki. Tehát, hogy azon a mérkőzésen tényleg ott minden, tehát szinte a második fél időben nyilván a kapus teljesítményben benne volt, egyetértek, de hogy szinte minden ült, amit kívülről megpróbáltak a játékosaink egytől egyig. Igen, meg egy olyan norvég csapatot láttunk, amelyik még egyszer mondanám, hogy szemmel láthatóan nem készült a magyar csapatra külön és fókuszáltan és erőteljesen, pláne nem olyan játékosokra, akiket nemzetközi szinten olyan nagyon nem is lehet felmérni. Tehát ilyen szempontból a lövőinknek könnyebb volt, a norvég csapat nem arra készült, hogy mi kintről lövünk, mert nem szoktunk kintről lőni. Így van. Ugye alapvetően sem. És itt ezen a meccsen ez jobban működött. De ugyanakkor azért nagyon sok volt hátul mindenkitől a hiba, aztán egy idő után az eladott labdák száma is szerintem a kívántnál magasabbra emelkedett. Hát abból tudtak rohanni, igen, hogy a védésük nem sok volt. Úgyhogy, de itt voltak, különösen támadásban voltak jó
jó pillanatok. Na térjünk át az Ausztria elleni találkozóra. Itt sem számíthatott Golovin Vlagyimir, ugye Vámos Petrára, és hát behívta, ahogy már el is hangzott itt a műsorunkban, a Ferencváros 18 éves újonc irányítóját, Simon Petrát. Pál Tamara kimaradt ugye ebből a 16 tagú meccskeretből, és tulajdonképpen itt sem működött a védekezés, nem működött a visszarendeződés. Ugye állítólag bealudtunk, nem kicsit a meccs elejébe, úgyhogy 8-6 nem meg is állította Vova egy kicsit ezt a történetet, és megkérte, hogy kezdjük el a saját tempónkba játszani. Szóval így kezdődött ez a találkozó, és emiatt én egy kicsit szomorú voltam, bevallom őszintén, mert ehhez a meccshez én úgy ültem le, hogy na jó, hát akkor itt most önbizalom növelés következik. Hát remélhettük, hogy azért nagyobb gólkülönbséggel verjük meg az osztrákokat, mint ahogy végül sikerült, mert necces lett a vége. Ugye, szemereivel kezdett ezen a mérkőzésen a válogatott, vele fejezték be a norvégok elleni mérkőzést, és jó teljesítmény nyújtott szerintem mindkét mérkőzésen Szemerei Zsófi, tehát ezt mindenképpen érdemes kiemelni. Egyébként ugyanaz a kezdő volt, és ugyanúgy egyet cseréltünk, és azt emelném ki hasonlóságként, ha már mindig emlegetjük a beálló játékot, meg az ellene való védekezést, hogy ahogyan az első meccsen ezúttal is Füzitóvízi Petra szerezte az első gólt, tehát hogy beállóból sikerült néha lövéshez jutnunk, nem olyan nagyon sokszor egyébként, de az elején ott gólt lőttünk ebből. És ugye Debreceni Klivinyi Kinga, szerintem Kluiber is amúgy jól kezdett, pont fel is írtam, hogy 12,5 perc alatt lőtt 4-et Kluiber, 13,5 alatt 3-at Klivinyi, plusz ugye előnyszerzések tőlük, Kucorának nem ment a belső pozíciókban. És azt vettem még észre, és itt a Kucora védekezésére is kitérnék, hogy a kettesek fölött, illetve az ő környékükön lőtték a gólokat az osztrákok a meccs kezdeti szakaszában. Mi a kettes védekezéssel alapvető problémák vannak, meg a hármassal. Az jó. Hát meg volt olyan, amikor a szélső, meg volt olyan, amikor volt olyan szélsőnk, akinek a védekezésével szintén. Igen, igen. Ez szörnyű egyébként, nem tudom, hogy ezt hogy lehet kijavítani, de most, hogyha ketteseket mondtad, akkor például Pásztor Noémi nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy ugye ő korábban hármas védő volt, de most a Moson-Magyaróvárban is leginkább kettest védekezik, és a válogatottban is, és az az érzésem, hogy ez nem áll jól neki. Tehát, hogy akárhányszor most már nem csak ezen a meccsen, meg a norvég meccsen, hanem a válogatottban, amikor tavasszal láttuk, akkor is az volt, hogy pályára lépett, és majdnem azonnal 2 percet kapott. Volt olyan meccs is, ahol elég hamar megkapta a második 2 percet, és már nem is nagyon tudott játszani. Tehát, hogy nagyon-nagyon bizonytalan ebben a pozícióban, és nagyon sűrűn gyűjti a büntetéseket. Ami pedig a beálló játékot illeti, ezt már a norvég meccsnél is meg kellett volna talán említeni, de az a helyzet, hogy érezhető, hogy Golovin Vlagyimir nagyobb hangsúlyt szeretne erre fektetni. Tehát most nagyon gyakran látjuk azt, sokkal gyakrabban, mint ahogy ezt a magyar top csapatoknál megszokhattuk, főleg a magyar edzők által vezetett csapatoknál, most a tavalyi Fradira, vagy a tavaly előtti, vagy az előtti, sorolhatom, hogy hány évig volt magyar edző a Ferencvárosnál, vagy a Debrecennél szoktam ugye kiemelni, hogy nincs beálló játék igazából. Itt most Golovin Vlagyimir szemmel láthatóan ezt próbálja a válogatottnál felépíteni, úgy is, hogy az emberelőnyöknek is van egy olyan verziója, ahol kifejezetten kiemelt szerepe van a beállónak, és gyakran is próbáltuk megjátszani ezekben a helyzetekben a beállót. Úgyhogy a klubcsapatukban ezt nem nagyon játsszák a játékosok, ez nyilván egy sokkal nehezebb feladat a szövetségi kapitány számára. Ugyanakkor érdemes erőltetni, mert akárhogyan is, lehet, hogy most még sok belőle az eladott labda, hogy egyébként sok is volt a norvégok ellen is, meg egy picit az osztrákok ellen is, de ugye erről rengetegszer beszéltünk, hogy beálló posztról nagyon hatékony a befejezés átlagosan, külső posztokról kevésbé. Tehát ha sikerül a beállókat gyakrabban megjátszani, akkor nagyobb valószínűséggel szerzünk gólt. Ez a törekvés ez most kifejezetten tetten érhető, és egyébként Tóvízi Petra ebből volt is eredményes jó néhányszor, Pásztor Noéminak is voltak lehetőségei, és itt ez a meccskezdés, ez támadásban nem volt rossz, de sem értem az egésznek, amíg nem tudunk védekezni. Hát meg az volt nekem a megfigyelésem, nem tudom, hogy jól láttam, hogy meglepő módon az osztrák válogatott vezette a gyorsabb lefolyású támadásokat, tehát ők hozták fel gyorsabban a labdát, ők próbáltak gyorsabban befejezni, ami különösen a szerkezetünket illeti, vagy illetve azt illetően meglepő. Mondjuk a meccs végén interjúból is ez derült ki, hogy ők nem örültek ennek az eredménynek. Nem voltak faltok.
Igen. Tehát utána, tehát az, hogy a szövetségi kapitánynak rendszeresen időt kell kérnie az első félidő 10. perce táján, azért, hogy elmondja a játékosoknak, hogy faltolni kell, tehát azért ez egy kicsit bosszantó. És ugye úgy tettünk mi 4 gólos előnyre szert a szünetre, hozzáteszem, hogy egyszer emberelőnybe kerültünk, lehozták a kapust, és folyamatosan lőttük az üres kapus gólokat abban a szituációban, megléptünk 5-tel, 17-12-re. Hát ott, ahol átvettük a vezetést, ott az történt, hogy először volt az... Először bejött Simon, mert ott lőtt 2 gólt gyorsan, ott a X környékén. Volt az osztrákoknak egy emberelőnyük, amit 3-0-ra elvesztettek, és olyan sületlenségeket csináltak benne, hogy hihetetlen. Tehát ilyen nagyon éles szögből, lerohanásból, a balszéről fejeztek be akciót emberelőnyben, meg ilyen, hát totál nonsensz volt, amit csináltak. Átdobták a kapu előtt a labdákat. Azt, tehát a saját emberelőnyüket elveszítették 3-0-ra, majd utána jött nekünk egy emberelőnyünk, amit mi megnyertünk 2-0-ra, és ott fordult meg a meccs. Tehát mondhatni azt, hogy speciális helyzetekben voltunk jobbak, mint az ellenfél. És ott jött be Simon Petra is, aki nagyon érdekes, hogy igazából nem cselezett, hanem egyszerűen csak gyorsan bevitte a labdát. Lendületből jött rá a passzokra, és szépen 3 lépésből volt. Szerintetek őt kiviszi harmadik irányítónak a VB-re? Hát ezek után arra tippelnék, hogy igen. Igen, bár nem tartunk még ott, de az kétségtelen, hogy keveset dolgozott együtt a válogatottal, és azok után így debütált, az egy elég jó első lépés a keretbe kerülés irányába. És ő neki annyira bejött minden, hogy tényleg a rossz lövéseiből is gólok lettek, tehát amikor lesáncolták, az is bepattant, 2 ilyen gólja volt talán, hogy lesáncolták, és gól lett belőle. Aztán a végén egyébként a hajrában neki is volt 2 eladott labdája, amikor neccessé vált a meccs. Hát de... a másik fél elején egyébként ő nem volt pályán, de ha már ezeket említed, hát ott 2 eladott labdánk volt, aztán mi volt a harmadik? Ja nem, eladott labdánk volt, nem is 2-3, 2 eladott labdával ugye lerohanás gólok, illetve üres kapus gól is volt, és utána jöttek erre, ezekre az eladott labdákra még továbbiak is, fel is írtam, hogy ugye magyar idő 18-19-nél, tehát magyar vezetésnél, de utána kaptunk egy labdaeladásból még egy gólt azonnal, tehát abból lőtték a góljaikat folyamatosan. Igen, ott Golovin Vladimir elmondta, hogy mit kell játszani, és tök jól le is játszottuk, azóta a hibai Klujber az ellenfél kezébe dobta a labdát, és nem a saját csapattársáiba. Hát lehalázták, az egy hosszú Igen. keresztpassz volt. És ott én szerintem alapvetően koncentrációs hibák voltak, amit nagyon nehéz megmagyarázni, megint csak ugye az öltözőből kijöve, hogy miért nem volt összeszedettebb a csapat. És a végén alapvetően azt gondolom, hogy Szemerei volt az, aki nagyon sokat segített abban, hogy itt meglegyen a győzelem, ott 7-est fogott, Zitzert fogott. Így van. Őt emeltek ki egyébként meg Simon Petrát, a szövetségkapitány, és aki elmondta, és erről titeket is kérdeznének, hogy a pozitívumot fogja meg, csak szakaszosan működik a játékunk, ilyen lesz majd. Tehát, hogy igazából tudtuk ezt gyakorolni, és hogy ezért is volt fontos a győzelem. Azt tudtuk gyakorolni, szakaszosan működjön. Hát, hogy lesznek ilyen meccsek, amikor picit jól játszunk, utána gödörbe kerülünk. Igazság szerint szinte mindig így volt eddig. Tehát, hogy nem nagyon emlékszem olyan meccsre, de aztán lehet, hogy volt, amikor teljesen úgymond vakon lettünk volna az elsőtől az utolsó percig, és olyanra sem, amikor parádéztunk volna a mérkőzés, nem is azt mondom az elsőtől az utolsó percig, mert ez nyilván nincs ilyen, így egyik csapat esetében sem, de mondjuk 90%-ában. Ugye azt szoktuk általában észlelni, hogy van egy első sorunk, amelyik jól játszik, és akkor a cserék után jönnek a bajok. De most nem. Most a második meccsen az osztrákok ellen kifejezetten nem ez volt, hanem az volt, hogy az első sor, különösen a második félidő elején elég gyengén játszott, és utána, sőt az első félidőben is akkor jött igazából a változás, amikor cseréltünk. Igaz, hogy ott az ellenfél is cserélt, és őnáluk is, mondjuk, vagy őnáluk nyilvánvalóan gyengébb játékosok jöttek a pályára. Ugye elég annyit megemlíteni, hogy ez az osztrák csapat kikapott 6 góllal Svájctól, de akkor Kovács Patricia, aki szerintem egyértelműen a legjobb irányítója ennek az osztrák válogatottnak, nem volt ott. És most is, amikor ő egy picit... Védekezésben is szerintem nagyon, nagyon hasznos, tehát olyan szépen leolvasgatta a játékokat kettesből. Meg labdafelvitelben, tehát sok mindenben fontos játékos ő. Az érdekes, amit itt nyilatkozott a szövetségi kapitány, hogy előrébb járunk, és nyilván a viszonyítás a kérdés, hogy a hét elejéhez képest, de ahhoz képest, hogy azért mennyi hiba kijött, van mint csiszolni a kérdés, hogy lehet-e annyit csiszolni, amit te ugye fejtegettél, hogy ez a védekezés végre összeálljon? Hát nincs sok időnk, az kétségtelen. Nyilván előnyére válhat ennek a védekezésnek, hogyha Bordás rendszeresen játszik a Fradiban. Nem tudom egyébként, hogy ez így lesz-e, mert azért nagyon nagy a konkurencia létszámot tekintve is, és szerintem összességében mondhatjuk, hogy minőségben is.
Úgyhogy, és ugye az új edző, vagy volt másodedző első meccsén sem játszott Bordás a Vác ellen. Úgyhogy, tehát ez segíthetne, de nem tudjuk, hogy segít-e, és én is azt gondolom egyébként, hogy arra kellene pedig felhúzni az egész játékot, hogy a védekezést rendbe tegyük, mert abból lehet indulni, amire alkalmas játékosaink vannak bőven, meg játékunk is. Úgyhogy az lesz mondhatni talán az alfája, omegája a szereplésünknek. De nem lesz rá sok idő. Meg a visszarendeződéssel is úgy érzem, hogy nagyon sok a probléma. Igazából az, hogy nem indulnak-e időben vissza a játékosok, vagy pedig lassabbak, arra szerintem egyértelmű a válasz, hogy itt a visszaindulás pillanata az, ami gyakran nem megfelelő. Tehát itt nem kell megvárni azt, hogy egy-egy lövésnek mi lesz a vége, hanem a játékosok többségének rögtön el kell indulnia, ahogy látják, hogy helyzetbe került valamelyik társuk. Úgyhogy tehát nagyon sokkal javítani való. Az az óriási szerencsénk szerintem, hogy egy olyan sorsolásunk van a világbajnokságra, aminél mondjuk nem kell a magyar válogatottnak extrát nyújtania ahhoz, hogy egy olimpiai kvalifikációs helyet el tudjon érni. Tehát az, hogy mondjuk a horvát és a montenegrói csapatot kéne megelőznünk papírforma szerint, ugye amikor a svédek mögött ezen az ágon, az nem egy teljesíthetetlen feladat, de akkor sem tölti el az embert olyan nagy nyugalommal az, hogy bizonyos posztokon olyan játékosaink vannak, akiktől egyáltalán nem tudunk, vagyis elvárhatunk konstans jó teljesítményt, csak nem kapjuk meg. Tehát most itt Kucorát említettük, hogy az egyik meccsen jól játszott, a másikon nem, de gyakorlatilag végigmehetnénk az összes játékosunkon. Tehát a Kucora mellett tényleg Juhász Gréta a másik balátlövő, ő sem az a játékos, akire azt mondhatjuk így 21 évesen, hogy hát már pedig tőled egy én nagyon jó láthattuk a stabilitást, várunk, hogy egyik meccsen jól lőtt, a másik meccsen már nem annyira, tehát hogy őtől és sajnos ezt várni. Most a Vámos debreceni Klivinyi duó, most azt mondom, hogy az a páros, amelyiktől várhatunk egy stabil teljesítmény, mert most már Vámos Petra... Csak a Klivinyit szerintem kicsit túljátszatta a Vova, tehát hogy... Azért nem nagyon volt más választása, illetve hogy a második mérkőzésen nem ment a bal lövőknek, tehát az két irányítós játékkal sikerült ott stabilizálnunk a támadó játékunkat, amikor Simon bent volt már a második félidőben. És a balkezes lövőknél sem igazán tudom, mert Papnikinek igazából lövőhelyzetet sem alakítottak ki. Volt, hogy több passzív játéknál lőtt gólt. Albeck Annának, aki sokat lépett az előző év óta, legalábbis a bajnokságban előre, ő neki volt 4 gólja a norvégok ellen, de ott említettem, hogy 3 átlövése volt, abból átlövés gólja, abból 2 az eléggé potyaszerű volt. Kluiber sincsen a legjobb formájában, tehát az egész olyan bizonytalan, nem lehet azt mondani, hogy most lenne olyan poszt, amelyik egyértelműen ki tudja ezt a válogatottat rántani a bajból akkor, hogyha tényleg megszorulnánk. Áttérünk a férfiakra, méghozzá kezdjük a Veszprémmel. Hát ez a mérkőzés a Veszprémnek igazán jól sült el, és szerintem ez kellett a lelkeknek is a legutóbbi dráma után. Hát kellett a 2 pont, inkább azt mondanám. Tehát, hogy az hiányzik az előző mérkőzésről a 2 pont elsősorban, és innen meg azt kell tovább vinni leginkább. Igen, azért az, hogy 10-zel meg ennyire magabiztosan nyert a csapat, az azért biztos ad valamit a játékosoknak is. Itt azért a Portóból néhány játékos hiányzott, és ez a Portó mondjuk akkor, amikor Iturriza nincsen, akkor már nem ugyanaz a szint. Balkezes lövőből is kevesebben voltak, mint szoktak. De a Veszprém nagyon jól kapta el az elejét. Most azok a játékosok, akiknek voltak hullámvölgyeik, azok is szinte végighozni tudták a magasabb teljesítményt. Remélem, szenzációs volt. Egyébként végig. El is mondta a meccs előtt, hogy a védekezésre fókuszáltak az edzéseken, mert hogy a GOG elleni vereség volt. 34 kapott gól. Ezt képest lőttek 44-et és kaptak 34-et. Hát oké, sokat lehet, kaptak, de hogy ettől függetlenül, hát igen, még jobban. Hát igen, hát akkor a védekezés is jobb lesz. Ugye a Porto még sosem kapott ennyi gólt bajnokok ligája mérkőzésen, ami azért nagy dolog. Ugye hát Casado irányított most, és nem Remiri, tehát nem 3 balkezes
ellenkezessel játszott a Veszprém, és Casadónak nagyon jól ment, tehát Remélihez hasonlóan szerintem kitűnően. Egyébként érdekes volt, érdekezésben is jó volt. Igen, Remélih, hogy új fiatal csapatunk van, a szurkolóink sokat várnak tőlünk, miattuk dolgozunk olyan keményen minden nap, kitűnő képességű játékosaink vannak, viszont idő kell ahhoz, hogy kiismerjük és jobban megértsük egymást a pályán. Ez látszik még nálatok is? Ez fiatal csapat? Hát látjátok. Ezt mondta Remélih. Okay. Mindegy, azt elmondanám, hogy ugye 5-1-es védekezéssel kezdtek a portugálok, de nagyon gyengén teljesítettek, és nagyon én kreatívnak láttam, gyorsnak, lendületesnek a veszprémi támadó játékot. Gyakorlatilag, hogy nem lett nagyobb a különbség már az elején, az amiatt volt, mert kimaradtak helyzetek. Tehát ott a befejezéseket hibázták el többször, de egyébként a játék az nagyon rendben volt, én azt láttam. Különösen Remélih és Casado gólerőssége, meg Fabregas, bár akkor még nem volt gólerős, falban végzett munkája volt kiemelendő. Igen, jól játszott a Veszprém támadásban. Védekezésben voltak hiányosságok az egész mérkőzés során érzésem szerint, viszont ami nagyon pozitív az ugye az, hogy most láttunk egy olyan kapus teljesítményt, amilyet még ebben a BL szezonban a veszprémi kapuban nem. Bioszka, amikor csereként beállt, akkor tényleg igen, sokat tudott hozzátenni, zicsereket is fogott. Igen, tehát az első 6-ból 4 lövést megfogott az első félidő végén, és kellett is ez, mert akkor elkezdett a Porto futni, tudott futni, és szoros lett a mérkőzés. Egyébként a veszprémi cserék után, tehát szerintem azért ott volt összefüggés, hogy ahogy belecserélt Ilić, akkor azért visszaesett a játék. Igen, én még Koszorotovot mindig nem érzem úgy, mint teljesen volt. Megérkezett volna Veszprémbe. A végén jó volt, de az, hogy a hosszú oldalról is cserélni kell folyamatosan, azért az probléma. Igen, nekem nagyon az az érzésem, hogy lehet, hogy hosszabb távon annak kell bekövetkeznie, hogy csak a padhoz közelebb játszik Koszorotov, tehát egy darabig lehet ezzel kísérletezni, de amikor az ellenfelek erre felkészülnek, hogy hosszú oldalról fog cserélni a Veszprém, akkor abból könnyen lehet gyors gólokat kapni, vagy ugye rákényszerítik a csapatot arra, hogy Koszorotov védekezzen, és akkor meg azt használhatják ki. Úgyhogy még ezt nem érzem. Koszorotovnak előre kell lépnie, ő viszont ahhoz képest, hogy a ballövőknél kik a klasszis játékosok, ő tényleg egy fiatal kézilabdázó, tehát ő még védekezésben is sokat fejlődhet, a támadásban beilleszkedhet ebbe a szerkezetbe, úgyhogy nem temetném. Ellisont kiemelném, mint aki ugye sokáig sérüléssel bajlódott, és most jól tért vissza. Úgyhogy sok volt szerintem a pozitívum ezen a mérkőzésen a Veszprém szempontjából. Én a 7-6 elleni játékot is megemlíteni, mert hogy még hogyha góllal tudták is befejezni a portugálok adott esetben, akkor azonnal jött a válasz, az üres kapus gól, vagy a gyors indulás, tehát hogy erre abszolút felkészült volt a veszprémi csapat. Leszővel nem nagyon tudtak mit kezdeni, úgy látszik, hogy hagyományt kreált abból, hogy megszórja a Veszprémet. A Szita hasonlás egyébként. Na, ha már Szita, akkor át is térnék egy kicsit a Szegedre. Utólag azt mondta Kárpáti Krisztián, hogy a keddi edzéssel kapcsolatosan változtatnék a dolgokon, illetve a kezdő csapatot lehet nem úgy küldeném fel a pályára, hogy megtettem. Nem tudom, hogy Szitára utalt-e. Ugye ő volt, aki gyakorlatilag egy kicsit így meglepő módon talán balátlövőben kezdett, illetve ugye Imzgrád volt a vendégkapuban, és hát 5-1-es formációval indította igen, a meccset. Hát, vált az előző mérkőzésen. De most nagyon nem. Most nem, mert ugye Kalárást Szágoszen folyton elverte, ahogy akarta. Nyilván ugye Garciende és Szita volt a 2-2-es, tehát ezt lehet még esetleg fellelni az iménti nyilatkozatban, vagy Kárpáti Krisztián szavai mögött. De Garciende jött az elején még gólokat is lőtt, tehát hogy azzal nem fogott olyan nagyon mellé. Ugye nagyon hosszú szegedi támadásokat láttunk. Az első gólt, nem? Akkor már Garciende a másodikat, harmadikat, abban biztos, hogy azt fel is írtam magamnak. Tehát nagyon hosszú szegedi támadások voltak, de Bergerud elképesztően védett, és ugye ebből azonnal tudtak rohanni, és hát nem akármilyen sebességgel a norvégok, abból jöttek a gólok, úgyhogy ezt nagyon nehéz volt levédekezni, mert ráadásul még labdaeladások után is, mert hogy volt belőlük bőven, tudtak indulni, úgyhogy gyakorlatilag már az elején ott elég egyértelművé tették a helyzetet. Gyakorlatilag az egész mérkőzés pontosan az ellentétje volt annak, amit az Aalborg ellen láthattunk a Szegedtől. Mondhatom azt, hogy Kárpáti Krisztián ugyanúgy megpróbált mindent, tehát láthattuk ugyanazokat volt a megoldásokat. Nyitott, zárt védekezés, mindenre volt nekik is megoldásuk. Meg ráadásul tényleg Bergerudról tudjuk, hogy vannak ilyen napjai,
Egyébként én inkább a norvég válogatottból emlékszem több ilyenre, de hát klubszinten is akad, és akkor borzasztóan nehéz. Főleg miután mindig egy futós csapat van előtte, hát azért 16 perc alatt lőttek 15 gólt. Igen, hát ezt mondta Krisztián is, hogy amikor eljutottunk Zicserig, akkor a hazai a kapusa tulajdonképpen kivédte a szemünket, és ő is pont ezt a párhuzamot hozza, amit Viktor is, hogy ha minden sikerült ugye a dánok ellen, minden összejött itt ezen a napon, meg semmi nem működött. Tehát tényleg két ellentétes, nagyon ellentétes arcát láthattuk a Szegednek, és ez mondjuk mennyiben lesz érdekes a jövőt illetően? Hogy látjátok? Hát most ugye úgy is kezdődött a meccs, hogy eleve bombács labdákat adott el. Szerintem az első 10 percben volt 3 eladott labdája, úgy emlékszem. Akkor Báhidi, aki mondjuk az Aalborg ellen, hogyha megkapta a labdát, akkor gólt lőtt, vagy hetest harcolt ki. Most egy csomószor kívül tudták tartani a veszélyzónán, vagy kivédte Bergerud a lövését. Erre vonatkozóan azt feljegyeztem magamnak, hogy az első támadásból lőtt kapura, Báhidi Bence, azt kivédte. Azt kivédte. Bergerud, és utána a 38. percben tudott legközelebb kapura lövés. Tehát olyan védekezés volt körülötte, amivel nem nagyon tudott mit kezdeni a Szeged. Érdekes módon egyébként Gaber többször meg lehetett játszani. Igen. Ugye a 7-6-ban is bent voltak. Akkor hát alapvetően Báhidire készültek. Így van, és azt gondolom, hogy Báhidire összpontosítottak elsősorban. És aztán ugye itt van az a Sostarics, akiről múltkor azt mondtam, hogy a világ talán legjobb formában lévő Super Mario szélsője, és tényleg az első 3 fordulóban döbbenetes volt, amit csinált. Hát most gyakorlatilag nem tudom, 1/5, vagy hogy fejezte be végül a meccset, tehát valami katasztrofálisan lőtt, és tényleg azokat az ígyszereket, amiket játszva értékesített az előző meccseken, azokat most... Hát várható volt azért, hát ez... hogy lesz ilyen mérkőzése, tehát azt nem lehet... Jó, csak ez szinten. Az iszonyatos szakadékba zuhanás, tehát az, hogy a csomolunkmából... És látod, ez érdekes az a felirat, hogy kicsit meg is adtuk magunkat, azt érezte az edző is. Hát én nem tudom, ő biztos érezhette ezt, én azt láttam, hogy egyszerűen nem tudtak a játékosok egy idő után gólt lőni Bergerudnek, és amikor van egy ilyen kapus, az rátelepszik a pszichére, és akkor már mondjuk a 7-6 játékban, ahol sikerült az ígyszereket kialakítani, de ugyanúgy nem lett belőlük gól. Mert az Aalborg ellen ugye kiemeltük, hogy volt az a döntése 13 perccel a vége előtt Kárpáti Krisztiánnak, amikor 7-6-ra támadásban átálltak védekezésben meg 6-os falra, és a 7-6-ból mindegyikből zicser lett, de be is lőtték a játékosok. Most ugyanúgy a többségéből zicser lett, csak nem lőtték be. Igen. Egy részcélt azért sikerült megvalósítani, mondta Kárpáti Krisztián, ugyebár a második játékrész döntetlen lett. Viszont itt azért hozzátette azt is, hogy visszavett a tempóból nyilván már bizonyán a hazai csapat, tehát korrekt a nyilatkozat. Nem rohantak át így rajtuk, mint az első fél időben. Fel kell vállalnunk, hogy ezek is mi vagyunk, mondja, szégyeljük magunkat, de mennünk kell tovább, és a meccs végén, hogy mit mondott a fiúknak, arra azt válaszolta, hogy leginkább arra hívta fel a figyelmét a játékosoknak, hogy amit 3 hónap alatt közösen felépítettek, azt reméli, hogy egy rosszul sikerült mérkőzésen nem romboltuk le. És szerintem ez most a jövő kérdése, hogy jön ki ebből a Szeged. Amúgy megnéztem most, csak hogy korrektek legyünk, meg pontosak, Sostarics 3/7-tel zárta a mérkőzést, de mondjuk Martinsnak is 2+8-a volt, vagy 2/8-a volt, igen, hozzáteszem 4 gólpasszal. Én egyébként azt mondom, hogy egyáltalán nyilván ugyanúgy nem adnak pontot érte, mintha egyel kaptak volna ki. Én nem érzem, hogy szégyelniük kéne magukat, voltak azért elég könnyen orvosolhatónak tűnő. Tehát nyilván belőle lehet, hogy ez másképp problémák, tehát az például, hogy elfelejt valaki lejönni, amikor a kapust vissza kell küldeni üres kapunál, ez többször előjött, és ezen szerintem nagyobb koncentrációval lehet azért javítani gyorsan, és összességében engem ez a vereség kevésbé aggaszt, inkább az, hogy az ágrábiak csipegetik a pontokat. Tehát azon túl, hogy megverték a Kulsztádot, most döntetlenül játszottak az Aalborga, és én őket tekintem a továbbjutásért közvetlen riválisnak. És hát igen, jön a kijátsz a meccs. De egymás elleni, tehát hogyha a versenyt nézzük, az Ágrában jobban áll a Szeged, mert a Szeged megverte az Aalborgot, most a Kulsztádot megverte az Ágráb hazai pályán, hát hazai pályán még a Szeged is megverheti a Kulsztádot. Legyen így. Nem? Hát ezt, én így számolok, hogy a lejátszott... Örülök, hogy te ennyire optimista lettél az elmúlt 7 óta. Hát mert csak az Aalborga csak X-et játszott az Ágráb otthon, míg a Szeged ez igaz. Simán megverte. Ez igen, igaz. Viszont jön a Kielce, utána az Ágráb és a Pelisztár következik hát hazai pályán. A Kielce elleni mérkőzés követő két összecsapás. Azt a kettőt meg kell nyerni. Azért most a Pelisztel is szorosabb meccset. Egyébként nagyon logikus lett volna, és most akár számon is kérhetnék rajtunk a kedves nézők, hogy ha összehasonlítottuk volna az Aalborg
elleni lövő statisztikáját a Szegednek a Kolstad elleni lövő statisztikájával, és erre én gondoltam is, de azért nem tettem meg, mert hogy annyira feltűnően pontatlan volt a Szeged Aalborgon készült statisztika, ami összesen 8 darab 9 méteres, tehát 8 darab átlövés volt benne, miközben emlékszünk, hogy a mind a négy átlövő ragyogóan lőtt, és azok átlövések voltak, amikből jól lőttek, és az olyan 20 körül volt az átlövések száma. Úgyhogy onnantól kezdve úgy döntöttem, hogy akkor ez komolytalan ezzel foglalkozni. Ha már ezt említed, az ugye az átlövéseket, akkor ugye Bodó kezdőcsapatba állítása, utólag Bodó kezdőcsapatba állításán gondolkodhatott volna Kárpáti Krisztián, mert ő az első 6 lövéséből, mielőtt ugye megkapta a második félidőben a 2 percét, 5 gólt lőtt, tehát eleve úgy is kezdett az első félidő hajrájában, úgy folytatta a második elején, tehát ott azért jöttek átlövés gólok. Hozzáteszem, egyébként nyilván nekünk nem jött rosszul az, ami Stepančić kapott Szágószentől, ott az a piros lap azért kivette az egyik, ha már korábban azt a kifejezést használtam, hogy gáláztak, akkor gálázó játékosát a Kolstad csapatából. Így aztán be kellett érniük Johannessennel irányítóban. Igen, jobb lett volna, hogy az első percben kapja azt a pirosat Szágószent, és vagy még, a meccs előtt a és még néhányan kapnak, igen. Tehát hogy az lett volna az esély. Na hát feltettem egy kérdést a műsor elején, és a megfejtés az pedig az FTC jobb átlövője. Úgyhogy aki Krisztiánnal együtt Kluiber Katrira és az ő bombagoljára tippelt, legalábbis az NS újságírói ezt írták, hogy volt egy ilyen bomba ezen a bizonyos foci meccsen, azok eltalálták. Október 23-án ünnepi Vax élőben este 8-kor, úgyhogy gyertek velünk majd akkor is, iratkozzatok fel, és hát van Insta oldalunk, ahol rendkívül fontos és izgalmas sztorikat láthattok, úgyhogy mindenképpen kövessétek azt is, valamint a Vax Facebook oldalát. Egy hét múlva találkozunk, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.